nagyon durva Facebook posztokat olvasok mostanság, mindegyik azt írja, hogy vége a szezonnak. A kurva, te idióta barom. Gyerekek, jövünk föl, mint a talajvíz. Valamelyik napos leültem elolvasgatni azt a rengeteg kommentet, amit írtatok nekem, vagyis hát a videókhoz mellékeltetek. És ki gondolta volna, azért ennyi embernél kezdenek már megjelenni az idióták is, illetve a trollok. Úgyhogy legyen ez egy olyan kis, amolyan troll simogató rész. Hagy örüljön neki, hogy mekkorát mondott. Meg lett említve a videómba. Ugye többféle típus is van. Nálam most per pillanat a legmenőbb dolog az, hogy belekötnek a vezetési stílusomba, illetve megpróbálnak kioktatni Kresszből, hogy mit szabad, mit nem, mi szabályos és mi nem. Imádom őket olvasni. Amúgy instant ki is szoktam őket banolni az egész csatornáról, csak hogy érezzék a törődést. Azért szerintem majd én eltöntöm azt, hogy hogyan is vezetek, illetve azt is, hogy milyen kommenteket engedélyezek a videóim alá. Ugye nemrégiben megkaptam, nézd, itt a Traffic Box. De jó, hogy vlogolunk és lassan megyünk. Na, tehát nemrégiben megkaptam azt, hogy az ilyen balfaszokat fogják majd elütni, mint én. Nagy hazafia autósok, akik szerint minden motoros egy rohadt állat. Hát nem tudom. Több normális motorossal találkoztam már, mint autóssal. Lásd ezt. Jönnek még azok a... Hát nem is trollnak nevezném őket, inkább ilyen 5 perc hírnévre vágyó emberkék, akik pont az én videóim alatt akarnak feliratkozókat szerezni. Nekik is ezúton szeretném üzenni, hogy ez is egy instant kitiltással jár, de lehet próbálkozni. Szerintem mondjuk amúgy elég féreg dolog más videói alatt puncsolni feliratkozókért, vagy más élőadása alatt jönni ugyanezzel, hogy most töltöttem fel egy videót, vagy nekem is mindjárt kész az új videóm. Igazából szerintem az én nézőimet ez rohadtul nem érdekli. Úgyhogy ezt felejtsétek el. És volt még egy másik komment is, amit pont ma moderáltam ki. Ezek meg nem ismerik a zöld lámpa fogalmát. Ő például motor hirdetett az én videóim alatt. Na hát tényleg erre csak kismillió egy platform van, ahol ezt megteheti, de nem, pont az én videóim alatt kell csinálni. Ez is úgy szintén csak gratulálni tudok. Úgyhogy vannak ilyenek, nem értem, hogy ez egyes embereknek miért jó, vagy miért fáj az én vezetési stílusom. Szerintem nem vagyok, nem úgy vezetek, hogy másokra is veszélyes legyek esetleg. Nem vagyok ön is közveszélyes, ez a megfelelő szóra. Én ugye gyártok egy tartalmat, ami ingyenesen elérhető, és ugye a szórakoztatás a fő cél. Ehhez képest ez a sok kis gedva próbál belekötni minden apró részletbe. Most nem fogok azzal jönni, hogy akkor csináljál jobbat, vagy valami. Pont leszarom, hogy milyen videókat csinálna. Csak úgy érdekesnek tartom a dolgot. Amúgy itt vagyunk éppen Esztergomnál, a Bazilikánál. Ha már így vége van a szezonnak, mindenütt ezt lehet olvasni, akkor mondom, rácáfolok egy kicsit. Ja, de ne olyan csak a rossz kommentekről beszéljünk. Most így a live-ok alatt egyre többször jött olyan üzenet a chatbe is, például mikor helmettel live-oztam, hogy miattam kezdett el motorozni az illető, vagy helmet és miattam, vagy ne adj Isten a Motosunday team miatt, ami, hát srácok, engem kurva nagy büszkeséggel tölt el, azt kell mondjam. És ennél jobb érzés szerintem nincs is a világon, mikor valaki ilyet ír. Közben megpróbálunk beállni rendesen. Na, csak sikerül. A kis gyönyörűség. Ja, úgyhogy a sok hülye mellett azért
jönnek bőven a pozitív kommentek. Mondjuk mai napig nem értem azokat, akik megnézik egy videómat, és felteszik a legeslegfaszább kérdéseket, ez a milyen motorod van, milyen kamerád van, hanyas a motorod, és mi a végsebesség. Szerintem 6 millió videóban elmondtam, hogy ne ismételjem magamat. Mondjuk 3 videómnak is benne van a címében, például a kameratípusom. Az első videóban részletesen elmondtam a az anyád, de hangos vagy. Az első videóban részletesen elmondtam motor típusát, van akinek nehéz felfogni, félreértés ne essék, nagyon örülök neki, hogyha valamit nem tudtok és megkérdezitek, de ne olyanokat kérdezzünk már meg, hogy tényleg mi a motorom típusa, amit már tényleg úgy gondolom, hogy kismilliószor elmondtam. Az, hogy mennyi a motor végsebessége, nem tudom, nem is fogom letesztelni, mert még élni szeretnék, meg nektek se lenne jó, hogyha nem lenne tőlem új videó. Még unatkoznátok a hideg téli estéken. Megnézzük itt a kilátás, azt csapjuk haza, mert sajnos télen hamar sötétedik. És mivel olyan ügyes voltam, hogy nem hoztam el a víztiszta pleximet, így rohadt nagy élmény lesz visszamotorozni Budapestre. Na most is sétálgattam, történt egy kisebb baleset, úgyhogy nem motoron fogok elköszönni tőletek, hanem itt most a másodlagos kamerával. Erről meg majd csinálunk egy hogyan tegyük vissza a kamerát a bukóra tutorialt, talán valamikor. Úgyhogy ha tetszett a videó, iratkozz fel, kövess be Instán, Facebookon, minden platformon, ami van. Széles utat nektek, sziasztok!